Sziasztok! Két olyan történetet szeretnék elmondani nektek, ami tükrözi az élethez való hozzáállásunkat. Az egyik egy fiatal lánynak a története, akinek nem nagyon sikerülnek a párkapcsolatai. Mindig ugyanazokba a történetekbe fut bele, és nagyon boldogtalan. Megfásult, megfáradt, és azt mondja, hogy úgy látszik nekem már ez a sorsom. Bele kell ebben nyugodnom, hogy nekem ebben nem lesz szerencsém. Anyám is megmondta, amikor először férhez mentem, ne éld bele magad, kicsikém, nem fog ez sokáig tartani. És igaza volt. Anyám is boldogtalan volt apám mellett. Nagyanyám is a nagyapám mellett. Hát én miért akarok mást? Nekem is ez jut. És inkább maradok egyedül, mint hogy az ő sorsukat éljem, és úgy éljek, mint ők boldogtalanul. A másik történet egy fiatal fiúé, aki egy egyszerű családba született bele, és az édesapja mindig azt tanította neki, hogy fiam, legyen egy jó szakma a kezedbe, helyezkedj el, becsüld meg magad a munkahelyeden, és akkor majd jó életed lesz, mindig lesz egy fix fizetésed. Aztán a fiú így körülnézett, és azt mondta, hogy annyi hülye van körülöttem, aki megcsinálta az életét, aki sikeres vállalkozó. Hát én se vagyok különb, én is meg tudom ezt csinálni. És felépíti a vállalkozását, annak ellenére, hogy a családja nem nagyon hisz benne. És ő lesz a generációban az első olyan, aki sikeres vállalkozó. Az életünk minden területén, a pénzügyeinkben, a kapcsolatainkban, párkapcsolatainkban, szerelmi életünkben, a munkahelyi dolgainkban, a szülővé válásunkban, mind-mind ott van az, hogy mi volt a családi mintánk. Hogyan éltek a szüleink, nagyszüleink, az őseink, mi volt az ő megtapasztalásuk a világról. És csupán szeretetből és jó indulatból adták át nekünk azokat a gondolatokat, szavakat, hitrendszereket, amik az ő életükben nagyon fontosak voltak. És sokan kérdezitek tőlem, hogy ezek a generációs hitrendszerek és minták, vagy akár a saját életünk elakadásai, nehézségei, megtapasztalásai. Mennyiben akadályoznak meg bennünket abban, hogy nagyot merjünk álmodni, hogy megmerjük valósítani az álmainkat, hogy sikeresek lehessünk, hogy merjünk bátran előre nézni. Április 4-én, 19 órakor a Barátságházában tartok egy előadást. Erről lesz szó. Gyertek el, várlak benneteket szeretettel.